150 ezer betöltetlen álláshely, a munkaerő hiánya a feldolgozóiparban a legmagasabb, emellett a vendéglátás, az idegenforgalom és az élelmiszeripar is ezzel a problémával küzd. Még lehet jelentkezni, augusztus 7-ig lehet pótfelvételizni. Több ezer diák még bekerülhet a felsőoktatásba, de csak azok jelentkezhetnek, akiket sehová nem vettek fel. 70 éves a magyar forint. A fizető eszköz fejlődés történetét és történelmi hátterét a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban tekinthetik meg az érdeklődők. Mintegy 50 ezer betöltetlen álláshely volt az idei első negyedévben Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a munkaerő hiánya feldolgozóiparban volt a legmagasabb. Emellett a vendéglátás, az idegenforgalom és az élelmiszeripar egyes ágazatai is ezzel a problémával küzdenek, mivel hiány szakma többek között a bolti eladó, a pék, a szakács és a felszolgáló is. Ebben a nyíregyházi étteremben azonnal kezdhetne egy szakács és egy felszolgáló. Ennek a pékségnek a vezetője pedig azt mondta, az utóbbi hetekben hárman mentek el tőle külföldre dolgozni, akiknek a helyét még nem tudta feltölteni. A tavalyi évhez képest a versenyszférában 33%-kal több betöltetlen állást regisztráltak, a mi régiónkban közel 4000 munkavállaló hiányzik. A versenyszféra minden második üres álláshelye Közép-Magyarországon jelentkezett, de ezzel együtt azt is meg lehet állapítani, hogy azokban a régiókban, ahol viszonylag magas a munkaerő kínálat, tehát magas a munkanélküliek száma, illetve a potenciálisan munkaerő kínálatnak számító közfoglalkoztatottak száma is, tehát ezekben a régiókban is viszonylag magas az üres álláshelyek száma. Mi régiónkban Észak-Alföldön 3185 álláshely volt betöltetlen. Országosan mintegy 2500-3000 szakmunkás vagy betanított munkás hiányzik a sütőiparból is. Lakatos Tibor szerint továbbra is tendencia, hogy a betanított vagy a szakmunkások inkább külföldön próbálnak szerencsét a magasabb bérek reményében. Hozzátette, a munkaerő hiánynak már most is érezhető hatásai vannak az iparágban. Sajnos egyik lehetőség az, hogy munkabért kell emelni, ami ugye nem szerencsés, hiszen akkor ez megemelni a kenyének az állát. Én úgy gondolom, hogy a különböző bértámogatásokkal lehetne segíteni a szakmát, hogy ne zárjanak be pékségek, és továbbra is tudjunk kenyereket gyártani. De hasonló a helyzet a boltjainkban is, nagyon jelentős a hiány a bolti eladó szakmában is. Az elmúlt hetek például tudom mondani, hárman mentek el tőlem külföldre dolgozni, bolti eladók, illetve sütőipari szakmunkások. Hát hozzá kell tenni két, inkább háromszoros fizetés reményében. A KSH felmérése szerint az egyik legjelentősebb probléma, hogy az elhelyezkedni kívánok végzettsége nem felel meg a munkáltatók igényeinek, így a betöltetlen álláshelyek mellett ugyanúgy megjelenik a munkanélküliség is. Megtalálták az egyik gyermek holttestét, aki vasárnap merült el a Tiszában, Benknél. A testre 8 kilométerrel a baleset helyszínétől Tisza-Szentmártonnál bukkant rá a legott mentőcsoport. Mint arról korábban beszámoltunk, egy testvérpár a Tilosban fürdőzött, amikor mindketten elmerültek. A másik fiú holtteste még nem került elő. Augusztus 7-ig lehet pótfelvételizni. Több ezer diák még bekerülhet a felsőoktatásba, de csak azok jelentkezhetnek, akiket sehová nem vettek fel. A jelentkezéseket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pótfelvételizők számára már csak önköltséges helyek lesznek. A Nyíregyházi Egyetemen minden szakon hirdetnek pótfelvételit. Pótfelvételi eljárásban milyen szakokra lehet jelentkezni? Attól függ, hogy milyen képzési terület érdekel, mert vannak ugye alapképzési szakok, osztatlan tanári szakok, nem tudom, hogy mire szeretnél, tehát hogy inkább tanár szeretnél lenni, vagy természettudomány érdekel, vagy... Természettudományon belül. A pótfelvételiről akár személyesen is lehet érdeklődni az egyetemen, de a diákok tudják, hogy a felvi.hu-n minden információhoz hozzájuthatnak, így az ügyeiket inkább online intézik. Sőt, pótfelvételire jelentkezni csak elektronikusan lehet. Az intézményünk csaknem minden képzési területén hirdet pótfelvételit, azok számára, akik önköltséges formában vállalni tudják azt, hogy részt vesznek majd a képzéseinkben, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit.
Az, hogy mennyien pótfelvételiznek az egyetemekre, csak augusztus 15-e után derül ki, majd a pótfelvételi eljárásban augusztus 25-én a ponthatárokat is nyilvánosságra hozzák. Akik bejutnak, vállalják, hogy önköltséges módon finanszírozzák tanulmányaikat. A Nyíregyházi Egyetemen 32 osztatlan tanári szakra, 40 alapszakra és felsőoktatási szakképzésre, 30 szakirányú továbbképzésre és 36 mesterképzési szakképzettségre lehet pótjelentkezést beadni. A múlt héten a ponthatár kihirdetése után a 16. évi felvételi eljárásban a Nyíregyházi Egyetemre 1250 hallgató nyert felvételt. A tavalyi évhez képest azzal összevetésben ez mintegy 10%-os növekedést jelent az intézményünk számára, ami örvendetes, hogy az állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma növekedett. Különösen nagy öröm számunkra az, hogy a tanárképzésben egy jelentős növekedést tapasztalhatunk, mintegy 74%-kal tudtunk több hallgatót fölvenni az osztatlan tanárképzésre. Országos szinten 7-9 ezer diák kerülhet még be a felsőoktatásba. Álló személygépkocsinak ütközött egy kamion a 4-esen a Debreceni út bevezető szakaszán, Nyíregyházán. Az autó vezetőjének elmondása szerint már nem tudott mit tenni, amikor a kamion a gépkocsi bal elejének ütközött. Több méteren át húzta magával az álló autót. Személyi sérülés nem történt, de mivel a felek nem tudtak megegyezni, rendőri intézkedésre volt szükség. Csökkenti 3 forinttal a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A csökkentéssel a benzin és a gázolaj átlagára is 323-324 forintra mérséklődik. Az üzemanyagok árai legutóbb pénteken változtak, akkor a 95-ös benzin átlagára 2 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lett kevesebb. 70 éves a magyar forint. 1946. augusztus 1-én egy addig nem tapasztalt mértékű hiperinflációnak köszönhetően vezették be az új magyar fizetőeszközt. A forint fejlődés történetét és történelmi hátterét most a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlaton ritkaságokat és régi bankjegyeket, valamint érméket is láthatnak az érdeklődők. A Józsa András Múzeumnak egy közel 40 ezeres numizmatikai gyűjteménye van, így a forint évfordulóján a fizetőeszköz elődeit is megtekinthetik a látogatók. Ezt a valutát 1946. augusztus 1-től használjuk, így idén már 70. éve. A Horthy korszakban használt pengő a II. Világháború után teljesen elértéktelenedett. Ezt a hiperinflációs valutát váltotta fel akkor a forint. Amikor a pengő vágtázva értéktelenedett el, hiszen 1946 nyarára már egy pengő után 19 nullát kellett érni, hogy egy forintot érjen, majd mikor lett volna a váltás. Tehát itt már billpengők, millpengők, milliárdos millpengők, óriási volt az infláció. Tehát egy újfajta valutát kellett teremteni, nemzeti fizetőeszköz kellett teremteni, és akkor a politikusok úgy gondolták, hogy ne térjünk vissza a Horthy korszakot, mert 45-ben nem igazán jó, hogy senki ez az egész dolog, hanem nyúljunk vissza egész messzire, és akkor visszanyúltak egészen az első forinthoz. Az első forint az 1320-as évekhez köthető. Károly Róbert liliomos aranyforintja volt, amit 1325-től firenzei mintára veretett. Az új fizetőeszköz így kapta a forint nevet. Ez viszonylag sokáig értékálló volt. Mária Terézia is bevezette az osztrák forintot, a kiegyezés idején pedig az osztrák-magyar forint is megjelent, amit majd csak az 1890-es években váltott fel a korona, később pedig az új forint legutolsó előde, a pengő. A forintnál már vigyáztak arra, hogy ne inflálódjon. 46-ban mindössze 3 címlete volt a papírpénznek, 10-es, 20-as és 100-as. Ezeken a papírpénzeken majd a bankérméken is mindig egy magyar nemzethez kötődő személy vagy jelkép jelen meg. A magyar 20 forintoson egy nyíregyházi születésű olimpikon van rajta, aki 1956-ban ugye mártír halált halt, mert a Vasas oszodába menet lelőtték, vagyis egy eltébet golyó eltalálta, ő neki ugye egy nyíregyházán van emléktáblája is, és ő rajta van, akire mi büszkék lehetünk, és a forint ugye az ő
tökéletes alakját megőrizte az utókor számára, de hogyha a bankjegyeinken végignézünk, vagy mondjuk a kisebb címleteinken is, esetleg a régi fénypénzeinken, akkor tudhatjuk, hogy a magyar nemzetnek a jelentős alakjai kaptak rajta helyet. A 70 éves Magyar Forint című tárlat megnyitóján az is elhangzott, az euró bevezetésével a nemzeti valuták sok országban már megszűntek, saját fizetőeszközünket pedig addig kell megbecsülni, amíg még van, tette hozzá Úrik Attila. A gyorsuló fejlődésnek köszönhetően először az apró pénzek kopnak ki, így a tárlaton a nemrégiben még használt 1 és 2 forintos érméket is már történelmi emlékként láthatják az érdeklődők. A Nyíregyházi Állatpark oroszlán kifutójában Zeus az új király, de hogy ez mit is jelent pontosan, hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Egy arany, egy ezüst és 3 bronzérmet szereztek a nyíregyházi atléták a felnőtt országos bajnokságon. A magasugró Bakosi Péter a dobogó legfelső fokára állhatott fel, a diszkoszvető Szikszai Róbert második lett, ugyanebben a számban Káplár János és Kerekes Dóra harmadikként zárt, csak úgy, mint a 400-as futó Osváth Krisztina. Az előkészítő csoport napközis táborával hétfőn elkezdődött a felkészülés a nyíregyházi kosársulinál. A jövő héten 50-en Békés Csabára utaznak edzőtáborozni, majd augusztus közepén a felnőtt csapat is edzésbe áll. A hónap végén nemzetközi tornát rendez az NKS. A nyíregyházi állatpark oroszlán kifutójában Zeus az új király. A 3 nőstény nagymacska szinte azonnal elfogadta az új uralkodót, és remélhetőleg a közelebbi ismerkedés eredményeképpen hamarosan kis oroszlánok is születnek a sóstózóban. A nyíregyházi állatparkot hatalmas trauma érte, amikor másfél évvel ezelőtt elpusztult a matuzsálemi kort megélt alapító oroszlánuk Elek. Mindenképpen szerettek volna egy új vezért az oroszlán csapat élére. A park nagyon jó kapcsolatot ápol a hollandiai Burgerzóval, akik felajánlottak egy 5 éves állatot a számukra. Zeus méltó a nevére, hiszen valóban fenséges a megjelenése. A karantén idő után eleinte a szomszédos kifutóból ismerkedett a nőstény oroszlánokkal, majd egy hét után összeengedték őket. A 3 oroszlán hölgy közül 2 azonnal elfogadta az új uralkodót, Zina a domináns nőstény azonban kicsit nehezebben fogadta el az új királyt. Most már azonban szent a béke, ez jól látszódik, hiszen a hím mellett mindig ott legyeskednek a hölgyek, és olyannyira jól sikerült az udvarlás, hogy remélhetőleg hamarosan itt is kopogtatni fog a gólya. A nyíregyházi állatpark lakóinak népszerűségi listáján garantáltan dobogós helyet foglalnak el az oroszlánok. A parkba látogatók az oroszlán család kifutóját biztosan felkeresik. Nem véletlenül, hiszen pompás, hatalmas ragadozó. Méltóság teljes megjelenése miatt ősidők óta a hatalom és az erő jelképének tekintik. A macskafélék családjának más tagjaival ellentétben az oroszlánok társasállatok, többnyire falkákban élnek, melynek élén egy erőteljes hím áll. A vadászatot rendszerint a nőstények vállalják magukra, míg a hím elenyészően keveset, vagy egyáltalán nem vesz részt a vadászatban, hiszen az ő feladata a párosodás. A zsákmány elfogyasztásában azonban mindig elsőbséget élvez. Az ivari dimorfizmus erőteljes, a felnőtt hímek 20-30%-kal nagyobbak a nőstényeknél, és sörényt viselnek. Afrikában az oroszlánok a Szaharától délre csak nem mindenhol megtalálhatóak, a sivatagok és az esőerdők kivételével. Ázsiában már a csupán Északnyugat-Indiában egy természetvédelmi területen maradt fenn egy kis populációjuk. Egy arany, egy ezüst és 3 bronzérmet szereztek a nyíregyházi atléták a felnőtt országos bajnokságon. A magasugró Bakosi Péter a dobogó legfelső fokára állhatott fel, a diszkoszvető Szikszai Róbert második lett, ugyanebben a számban Káplár János és Kerekes Dóra harmadikként zárt, csak úgy, mint a 400-as futó Osváth Krisztina. Az elmúlt hét végén Székesfehérváron rendezték meg a 121. felnőtt országos atlétikai bajnokságot. A versenyen több riói olimpikon is rajthoz állt, a nyíregyházi színeket 14-en képviselték.
Közülük a legnagyobb esélyes, az idén 226 cm-es egyéni csúcsig jutó Bakosi Péter volt. A 23 éves magasugró igazolta is a papírformát, 5. szabadtéri felnőtt bajnoki címét szerezte meg, igaz 212 cm-es teljesítménye némileg elmaradt a várakozástól. Természetesen a bajnoki cím a lényeg. Azt szokták mondani, a bajnokságot meg kell nyerni, azt teljesítette Péter, és most az eredmény az kicsit kívánivalót hagy maga után, 212 cm, úgy gondolom, hogy az nem igazán egy jó eredmény. Sajnos az egész évi szintestési mizériában Péter annyira elfáradt, hogy hát ezen a versenyen már nem tudta összeszedni magát. Péter mellett a pár Robin lett 4.-3. ugrásba, 2 centire megközelített az egyéni legjobbját, ő is egy sérülésebb bajlódott, úgy indult el a bajnokságon, azt gondolom, hogy ehhez képest az eredmény elvárható volt. Leveleki Bence igazából az Európa-bajnokságról betegen jött haza, lefogyott 5 kilót, az ő súlyához képest 5 kiló az nagyon sok, nagyon legyengült, így nem tudta a selejtező szintet teljesíteni, és így nem jutott a döntőbe. Férfi diszkoszvetésben az olimpián is induló Kővágó Zoltán végzett az élen 59-54-es dobással, megelőzve az 58-59-ig jutó Szikszai Róbertet és a szintén nyíregyházi 58 méter 30 cm-t elérő Káplár Jánost. A helyezés az a elégedettek vagyunk, ezt aláírtuk volna, úgy gondolom, mind a ketten ezt a második harmadikat, az eredmény az már nem annyira volt jó, de ugye Lóin is látszott, hogy 8 méterre dobott jobbat a múlt héten. Erős hátszerünk volt, és sajnos nálunk azért eléggé befolyásolta az eredményt. Női diszkoszvetésben Kerekes Dóra 46 méter 97 cm-es eredménnyel szerzett bronzérmet, női 400 méteren pedig Széles Imre tanítványa, Osváth Krisztina 55,67 másodperces idővel végzett a harmadik helyen. Szeptemberben még a Liga Kupa és a csapatbajnoki döntővár a nyíregyházi atlétákra, Szikszai Róbert pedig néhány külföldi versenyen is rajthoz áll a szezon hátra lévő részében. Az előkészítő csoport napközis táborával hétfőn elkezdődött a felkészülés a nyíregyházi kosársulinál. A jövő héten 50-en Békéscsabára utaznak edzőtáborozni, majd augusztus közepén a felnőtt csapat is edzésbe áll. A hónap végén nemzetközi tornát rendez az NKS. Az előző szezont június 20-án búcsúztatták az NKS kosarasai, 6 hét pihenőt követően pedig már ismét pattog a labda a Szent Imre gimnázium csarnokában. A felnőtt, illetve a különböző korosztályos csapatok tagjai kicsit később kapcsolódnak be a munkába, elsőként a sportággal még csak ismerkedő gyerekek vették birtokba a létesítményt. A napközis táborban az alapok elsajátítása mellett másra is jut idő. A héten a legkisebbek, az előkészítő csoport kezdett egy ilyen játékos, kreatív, kosárlabda féle táborra, hogy ők azok, akik még a bentlakásos táborban még nem utazhatnak. Több oka is van ennek, ugye az, hogy picikék még, és nagyon nehéz ugye azt a ritmust, ami ott lesz fölvenni. Tehát ők egy héten keresztül kosárlabdáznak, szokjuk azokat a dolgokat, amiket ugye a következő évben majd el kell sajátítaniuk, tehát szokjuk az eszközöket és minden más. Egyébként mellette rengeteget játszunk, és ismerjük egymást, tehát ők engem, én őket, meg az Orsit, meg azokkal, akikkel jövőre együtt fognak dolgozni. Legutóbb a felnőtt csapat ezüstérmet szerzett az amatőr nemzeti bajnokságban, 4 korosztályos együttes pedig bejutott az országos döntőbe. Az egyesület elnöke szerint a jövőben is a fiatalok fejlődése a legfontosabb. Sok minden függ azon, hogy a társasági adó támogatásból mekkora összeget tudunk lehívni. Ez nyilván a pénzügyi oldalát befolyásolja a dolgoknak, ami meghatározza azt is, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem. Amit már biztosan látunk, és amit ebben az évben eddig megtettünk, hogy beneveztük azt a 7 csapatot, akit korosztályonként nevezni lehetett, és hát van, ahol már B csapatot is neveztünk, tehát nincs ezzel semmi gond. A versenynaptárt még nem fogadta el a Magyar Kosárlabda Országos Szövetség elnöksége, az elnökségi ülés majd augusztus 17-én lesz, valószínű ott bolintanak rá a versenynaptára, akkor már tudjuk a konkrétumokat, az esetleges ütközéseket vagy nem ütközéseket, és ennek függvényében még esetleg további csapatok nevezése is várható az alsóbb korosztályokban. A jövő hét elején a Tini, a Serdülő és a Kadett korosztály 50 játékos a Békéscsabára utazik egy bentlakásos edzőtáborba. A felnőttek augusztus 15-től készülnek majd napi 2 edzéssel. Az NKS a hónap végén rendezi meg hagyományos nemzetközi tornáját. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Mintegy 50 ezer betöltetlen álláshely volt az idei első negyed évben Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint a munkaerő hiánya feldolgozó iparban volt a legmagasabb. Emellett a vendéglátás, az idegenforgalom és az élelmiszeripar egyes ágazatai is ezzel a problémával küzdenek, mivel hiány szakma többek között a bolti eladó, a pék, a szakács és a felszolgáló is. Augusztus 7-ig lehet pótfelvételizni. Több ezer diák még bekerülhet a felsőoktatásba, de csak azok jelentkezhetnek, akiket sehová nem vettek fel. A jelentkezéseket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pótfelvételizők számára már csak önköltséges helyek lesznek. A Nyíregyházi Egyetemen minden szakon hirdetnek pótfelvételit. 70 éves a magyar forint. 1946. augusztus 1-én egy addig nem tapasztalt mértékű hiperinflációnak köszönhetően vezették be az új magyar fizetőeszközt. A forint fejlődés történetét és történelmi hátterét most a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlaton ritkaságokat és régi bankjegyeket, valamint érméket is láthatnak az érdeklődők. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 2-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős, több órán át napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását szerda estig döntően anticiklon alakítja, sok napsütés várható, csak elvétve lehet kisebb csapadék. Éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, néhol futózápor sem kizárt. A nyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben, melyet holnap délutántól melegfronti hatás vált föl. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szombatig napos, száraz idő ígérkezik, visszatér a kánikula. Péntek estétől egy érkező hidegfront hatására ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok, és átmenetileg pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke, majd vasárnaptól újra szárazabb, egyre melegebb levegő érkezik.